reggeli személy. Csillag István jogász, közgazdász volt, miniszter van itt velünk. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Valamelyik könyvében úgy fogalmaz, talán a háttal a holnapnakban, hogy a zsarnokság Orbáni rendszere. Uh-huh. Szóval, hogy nem kertel ezekben a dolgokban, és engem az érdekelne, hogy ebben a nevezzük akkor most munkahipotézisként a zsarnokság Orbáni rendszerének, hol a helye a gazdaságnak? Tehát ennek a mondjuk a zsarnoki rendszernek a működtetésében milyen szerepe van a gazdaságnak ön szerint, akár a függőségek kialakításában, akár az anyagi alapjainak megteremtésében, meg még amit látunk ebben a dologban. Én visszamennék Bill Clintonhoz, ugye, aki azt mondta Orbán Viktorról és a rendszeréről, hogy ezek a fickók örökké hatalomban akarnak maradni, és mindent, ami anyagilag elérhető, szeretnének megszerezni. Azaz azt szeretném ennek az indításnak kapcsán elmondani, hogy természetesen vonzó dolog hatalomba lenni, és nagyhatalmú sündisznocskaként megmondani, hogy kinek mi a dolga, mit csináljon, eldönteni, hogy az én ízlésem az irányadó, és innét kezdve mondjuk mindig a csárdás királynőt játsszák, vagy éppen fordítva. De azért az, hogy valakinek érdekeltsége van, hogy jól éljen, a családja jól éljen, a családja, a barátai és az üzletfelei jól éljenek, az többé-kevésbé képes megalapozni egy zsarnoki rendszer, tehát a gazdaságnak rendkívül fontos alap, mondjuk úgy, hogy szerepe van, vagy alapját képezi a zsarnokságnak, mert ugye egyébként, hogyha nincsenek meg ezek az anyagi alapok, akkor nem lehet fenntartani, nem lehet fizetni a rendőröket, a titkosszolgákat, nem lehet ugye a de az tanárokat. De demokráciában is fizetik természetesen, őket. Természetesen, de az nagyon fontos a dolog, hogy a demokráciában ugye úgy többé-kevésbé az emberek gondoskodnak magukról, versenyben vannak, gazdaságban, politikában, és ez többé-kevésbé képes karban tartani a gazdaságot is. Ezzel szemben egy zsarnokságban az a jellemző, hogy a versenyt a politikában is utálják, és a gazdaságban is utálják, és ennek nyomán ugye nagyon fontos megszerezni a parancsnoki magaslatokat, hogy egy lenini szöveget mondjak, és ugye ebben a zsarnoki rendszerben, ami Orbán zsarnoki rendszere, talán a legfontosabb, hogy azokat az iparágokat, aminek a bevétele a magyar polgárok költésétől függ, tehát kereskedelem, telefónia, informatikai szolgáltatások, bankszolgáltatások, gázszolgáltatások, tehát amit nem lehet külföldről, azt itt helyben kell, amit itt megtermelnek elfogyasztani, azt kaparintsa meg, mert ez járadék jövedelmeket próbál, vagy lehetővé tesz azoknak, akik ennek az urai, tehát akiket egy zsarnok lényegében tulajdonossá tesz azokban az iparágakban, amelyeknek a fennmaradása, profitabilitása a magyar polgárok költészetétől, költési szokásaitól függ, akkor ez azért azt is jelenti, hogy ameddig a világ egy ilyen rendszer fent tud maradni, feltéve, hogy nem lép át bizonyos határokat, tehát hogy többé-kevésbé akkora összeget szakít ki magának, visz külföldre a tulajdonos, vagy megpróbál különböző luxus cikkeket, szállodákat megvásárolni ebből a profitból, ami még éppen a határon van, akkor ez évtizedekig föntartható egy zsarnoki rendszer. Nem ilyen okok miatt, de hát végül is a Kádár rendszer is nem amiatt szűnt meg csupán, hogy gazdaságilag nehezen volt, mert hogy tudnélik eladósodott, nehezen volt fenntartható, hanem azért szűnt meg, mert az a politikai környezet, hogy jött Gorbacsov, igen. Így van, az megváltozott. Igen, hát azt nem tudjuk, hogy mi lett volna, nem jön Gorbacsov, mert jött Gorbacsov. Ugye itt láttunk, vagy nagyon sokat hallunk arról, hogy milyen pénzeket csoportosítanak át, közpénzeket, európai pénzeket, állami támogatásokat,
azt szoktam mondani, hogy magánzsebekbe. Tegnap este elolvastam, azt hiszem, a Válasz Online-on, hogy a Nemzeti Bank, annak az alapítványai és a Nemzeti Bank elnökének fia és üzletcsoportja hány 10 és 20 milliárdért viszel például ingatlanokat, amelyek állami tulajdonból csúsznak át oda. De hogy ez egy mekkora vagyon lehet, amit így kiszabadítanak, mert valahogy úgy vagyok ezzel, mint Wagner úr, aki azt mondja, hogy fiam, ne mondja azt nekem, hogy 2000 dollár, hanem mondja azt, hogy 20 dollár, mert azt el tudom képzelni. Tehát mikor azt mondják, hogy 48 milliárd ingatlan, meg 100, meg szóval mekkora összeg ez mondjuk így a nemzetgazdaság egészéhez viszonyítva, amit már kiszakítottak maguknak. Ugye a zsarnoki rendszereknek az egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy nem átlátható. Tehát, hogy nem hozzák nyilvánosságra, nem küldenek üzleti jelentéseket. Tehát erre a kérdésre válaszolni különböző becslések alapján lehet. Az átlátszó például gyűjtéseket, már hogy tűnik anyag és információ gyűjtések alapján állapított meg sok mindent, hogy mekkora részesedése lehet egy-egy iparágban azoknak, úgy mondanám, oligarcháknak, akiknek a gazdagsága kifejezetten a vezértől és a vezér jó indulatától, tehát ha akarom, akkor a vezér zsebétől függ. Hogyha mondjuk kezdjük az elején, parancsnoki magassággal, magasságnak szokták mondani a leninisták, ugye a bankipart. Ugye a bankiparban elég jól látjuk Csányi Sándor OTP-jét, amit ugye úgymond magyarnak nevezünk, mert ahogy a vezetés magyar, de és vannak természetesen nyugat-európai külföldi bankok leányvállalatai is, de itt kialakult ebben az utolsó 10 évben, Várhegyi Éva könyve például nagyszerűen mutatja ezt be. Az egy nagyon jó könyv, igen. Ugye arról szól, hogy hogyan uralkodik egy zsarnoki rendszer a bankiparban, és ebben azért azt a megállapítást teszi, hogy a közvetlenül a vezértől függő bankoknak mérlegfőszegben, hitelezésben, ügyfélszámban azért már van egy 30%-os részaránya, de el tudják érni részben a Nemzeti Bank olcsó refinanszírozási hitelein keresztül a többi bankot is, és ez azt jelenti, hogy nem kell megszerezni közvetlenül a vagyont, hanem ha te úgy fogsz viselkedni, ahogy én elvárom, akkor nem kell, hogy nálam legyen a te kapukulcsod, mert én ellenőrzöm, hogy ki megy a te ágyadba. Csak hogy ez mennyi ideig működik, mert egy idő után, ha valaki kölcsönt vesz fel, de nem megy az üzlet, nem tudja visszafizetni, akkor azért ez nem működik. Tehát van egy pont, ahol már a gazdasági racionalitás szerint kell döntést hozni, különben bankcsőd lesz a vége. Ugye éppen amiatt, mert egy zsarnokságban az állami kényszert is magáénak tudhatja, nem csak a bankokat, nem csak a kiskereskedelmi üzleteket, nem csak mondanék egy nemet a 4IG-t, nem csak a telekommunikációt, hanem lényegében az adófizetők pénzét is magáénak tudhatja az, aki az uralkodó. És ebből a pénzből korlátlanul, hát bizonyos határok között természetesen, de ki tudja menteni azokat az iparágokat, amelyeket megszereztek az ő hívei, barátai veje, vagy tud olyan megrendelést adni nekik, amelyek elég zsírosak ahhoz, hogy egy nehéz helyzetbe került cég vagy bank az adott esetben kihúzza ezt a periódust. Következésképpen kétféle módon rongálja a magyar polgárok jólétét ez a zsarnoki rendszer. Egyfelől azzal, hogy megfosztja a verseny előnyétől. Tehát, hogy neki akkor is azt kell fogyasztania, és ezt tudjuk, hogy mennyire előnyös, a Trapper Farmer a Wrangler helyett, a Star Cola a Coca-Cola helyett, a Krasznaja Moszkva Kölni, ugye a Givenchy helyett, és most idézhetném tovább, tehát lényegében ez az önellátó rendszer, tehát hogy bizonyos helyeken csak olyan boltok, csak olyan gázszolgáltatók, csak olyan benzinkutak vannak, akik
adott áron, adott minőségben szolgáltatnak, és én nem vagyok képes válogatni, tehát ami a szabadság legfontosabb eleme a gazdaságban is, a választás lehetősége. Tehát, hogy a választás lehetősége az annyira drága, vagy annyira nehézkes, bár látjuk, hogy milyen tömegek vonulnak át Szlovákiába vásárolni, Romániába vásárolni, tehát a járulékos költség, ezt úgy hívjuk tranzakciós költség, rárakódik, ez az egyik hátránya a zsarnoki rendszereknek, hogy a versenytől, a hatékonyságtól, a jobb minőségű árutól, az átláthatóságtól megfosztják az állampolgárt, a fogyasztót. A másik hátránya természetesen pedig az, hogy minthogy az állami kényszer erejével tudja megjelölni, hogy kiadózzon mennyit, hogy az adófizetők pénzét mire lehet felhasználni, és hogyan. Ugye ezzel zsigerelik ki a polgárt másfelől, mert nem tudom, hogy van-e sok olyan hallgató, aki például nagy örömmel venné meg zsíros kenyér helyett a repülőteret. Tehát, hogy azt hallgassa a miniszterelnökétől, hogy igaz, hogy nincs orvosi ellátás. Igaz, hogy 2 hónapot kell várni arra, hogy igaz, egy hogy ott a... Négyet. Hát, vagy egy évet. Vagy tehát egy ez éve. Attól függ, hogy egy milyen beavatkozásról beszélünk. De legalább nézhetitek a repülőteret. Igen, tehát, de hogy ezeknek a dolgoknak nincs politikai következménye egyelőre. Az egészségügy lepusztulásának, az oktatás lepusztulásának, mert az, hogy az Alkotmánybíróság hatáskörét elveszik, ezt megértem, hogy nem lehet a hétköznapokban megérteni, bár szerintem ezt is meg lehetne, de oké. De az, hogy mi történik az egészségügyben, vagy az oktatásban, vagy az inflációval, ez azért egy elég hétköznapi élmény, legalábbis a legutóbbi időkig ennek nem volt politikai következménye, tehát miért ne tennék akkor? Ugye, hát először is minden ilyen rendszer ott tud hosszú ideig fennmaradni, ahol történetileg és kulturálisan tömegek szoktak hozzá ahhoz, hogy elnyomatásban, hogy így fogalmazzak, tehát alacsony életszínvonal, költözési szabadság hiánya, ugye ez egy adivers nagyon jól mondja, hisz nincs benne részed soha. Tehát ez a grófi szérünk, ugye felgyújtják. Mert egy grófodnak lesz azért leánya pénze, bora. Van. Tehát most azt szeretném ebből kihámozni, hogy ez a Magyarország azért évszázadokig, de legalábbis évtizedekig hozzászokott ahhoz, legalábbis a tömegei, hogy többé-kevésbé, ha egy picivel jobb, ha még meg tudom venni, vagy megkapom azt az 5 kiló krumplit, akkor minek lázadjak föl, mert az összes többi számomra ismeretlen, ez meg ismert a helyi uraság. Na most ugye nyilván, amiről most beszélünk, hogy ezt a mondjuk úgy, hogy perspektívátlanságot, mert mondjuk ki, ezeknek a zsarnoki rendszereknek a legnagyobb hátránya az az, hogy egyszerűen nem lehet belátni, hogy mitől és hogyan lehet vége. Igen. Ez csak az képes fölismerni, akinek van tájékozódási képessége, az értékrendszere sem, ugye ehhez a költözési jog hiányához igazodott, tehát városlakó. De ezek a rendszerek, ugye akkor, hogyha kinyílik a határ, már pedig ugye nyitva van a határ Magyarország számára 2004 az uniós csatlakozás óta, szabadon a fedő, mert ugye most erről beszélünk, tehát a feszültség nő, a gőz egyre erősebb, de a fedőt le lehet emelni, hát végül is közel 1 millió ember, most azt nem mondom feltétlenül véglegesen, de már nincs itt. Ez abban a pillanatban ezt a változtatás kényszerét, hogy meddig lehet eljutni, ez óriási könnyebbséget ad a zsarnokoknak és a zsarnoki rendszereknek, mert éppen időben kell egy picivel többet adni, most ez a, lehet ezt néha túllővik, ilyen például a 2022-es választást megelőző kiköltekezés. Vissza is vették 2 perc alatt az inflációval. Hát az, hogy visszavették ezt, ők igazából nem tudták visszavenni, mert olyan drágulás következett be ennek a következményeképpen, hogy az emberek már nem tudták tovább költeni, mert nem volt az ár hirtelen nyargalászás, tehát amikor 40%-kal ugrik
emelkedik meg az élelmiszerek ára, akkor nyilván nem tudom már megvenni, és ezt már nem tudja pótolni folyamatosan, de egyszer-egyszer természetesen lehet. És hogyha abból indulunk ki, hogy ezeknek a rendszereknek minden 4 évben kell megpróbálniuk túlélni ezeket a választásokat, akkor lehet úgy időzíteni a pénz adagolását, és pontosan ezekre a periódusokra, ugye a szemfényvesztés periódusára lehet azt is többé-kevésbé időzíteni, hogy melyik iparágat szerezzen meg. Na azért talán nem véletlen, hogy pont a választásokat megelőzően sikerült a Forágyinak hirtelen az állam segítségével bevásárolnia ugye a telefonjába. Azért az sem egészen véletlen, hogy egy nagy kiskereskedelmi lánc az Auchan megvásárlására is ebben az időszakban került sor. Nem egészen véletlen, hogy lényegében a balatoni ősnádas egy részét pontosan ebben a periódusban, vagy a fertőtavi építkezést pontosan ebben a periódusban, tehát a költészet napján, tehát amikor kiment ez a durván 6-8% a GDP-nek a zsebekbe, akkorra lehetett időzíteni, mert ugye figyelj arra, hogy most több a csokoládé a zsebedben, és ne törődj azzal, hogy kié lesz, ha nem tudom mi. Hát a Forágyival szerintem vagy a Vodafone-nal, vagy akár most a repülőtérrel kevesen törődnek, mert többen eddig se tudtuk, hogy ki a repülőtér, majd az Zákson most se tudjuk, hogy ki. Igen, csak ugye abból kell kiinduljunk, nem az a kérdés, hogy ki, az a kérdés, hogy mennyi jövedelmet tud hajtani nekünk. De ez egy közgazdász, ez egy közgazdásznak kérdés, azért ezzel még én sem szoktam elgondolkozni. Kényelmesebb lesz-e az utazás a repülőtéren? Több repülőtársaság választja ezt? Könnyebben jutok el, ha fiatal vagyok, innét ide, vagy onnét oda? Vagy most teljesen mindegy vagyok? De nem biztos, hogy ez rosszabbodni fog, hát olyan a repülőtér, bocsánat, amilyen. Nem az a kérdés, hogy rosszabbodik, mert ugye itt nem arról beszélünk, hogy az, ugye mert ez a mi, mondjuk úgy, hogy marxista gondolkodásmódunknak a maradvány az elnyomorosodás. Tehát, hogy valaki azt hiszi, hogy attól, hogy valaki rosszul üzemeltet valamit, akkor azonnal csődbe kerül. Nem. Nő a távolság. Hiszen nőtt a távolság Bécs és Budapest között, hogy milyen repülőjáratok vannak, hova lehet utazni. Igen. Nőtt a távolság Pozsony és Budapest között. Nőtt a távolság Bukarest és Budapest között. És ha most az költészetben, tehát hogy mennyit tudok vásárolni, az egy főre jutó fogyasztás mennyiségében, most lényegében már csak egyetlen ország van az Európai Unió tagországai közül, Magyarország után, Bulgária, mindegyik más előttünk van. Ráadásul ez is nagyon egyenletlenül oszolhat meg. Tegnap hallgattam egy kiskereskedelmi cégnek, amilyen elektrotechnika, szórakoztató, elektronika, ilyesmi dolgokkal foglalkozik, hogy úgy változott meg náluk a fogyasztás, hogy a nagyon olcsó dolgokat keresik, és még a luxus szegmensben van érdeklődés, de az a közép, aminek az erősnek kellene lenni, az nincs. Tehát az emberek többségének csak az ár számít, vagyis, hogy minden olcsó, és van néhány ember, akinek csak az ár nem számít, minél drágább legyen, de nincs közép rétegbe ebbe sem. Ugye ebben a tekintetben ez a fogyasztási szerkezet lényegében megfelel annak, hogy egy ilyen zsarnoki rendszert a szavazataikkal kik támogatják. Minden kutatás azt erősítette meg, hogy ha ilyen jövedelmi tizedeket tekintek, akkor a 2 legfelső tized és a 3 legalsó tized. Mert a 3 legalsó számára egy éppen időben adott szociális munka, éppen időben adott picike segély, éppen időben adott valamennyi 5 kiló krumpli meggyőzi arról, plusz, hogy szállítják őket a szavazóhelyiségbe, hogy erre a rendszerre kell, hiszen úgy sincs jobb, mert a többi csak ígérgetés, ez pedig ott fizikailag jól látható. A 2 legfelső jövedelmi tized számára pedig markánsan változott meg ez alatt a 15 év alatt, tehát, hogy mennyivel nőttek a jövedelmi. Tehát miközben természetesen az ország reál jövedelme átlagosan 50%-kal nőtt meg az utolsó 6 évben. Ez egy óriási szám. Szép. De ennek a megoszlása
az valami egészen elképesztő, tehát a közép az mondjuk ebből részesedett, ebből a hirtelen növekedésből, 8-10%-os növekedéssel, ami épp hogy talán valamennyire ellensúlyozni tudta az előző időszakban elszenvedett veszteségeit. Ezzel szemben a fölüllévők hihetetlen mértékben tudtak nagyobb jólétre szert tenni, akik meg legalacsonyabban vannak, azok azért az a furcsa helyzet történt, hogy a teljesen depriváltak, tehát azok, akiknek egyszerűen máról holnapra sincs meg az egy kiflijük, azoknak az aránya is valamelyest mérséklődött, de ez nem azt jelenti, hogy ott ilyen éhséglázadás tört ki, hiszen pont, hogy nincs az éhséglázadásnak oka, tehát azok, akik nagyon mély szegénységben éltek, aránya, az majdnem ebben a 6 évben a felére csökkent. Következésképpen azt kell mondanom, hogy ez egy nagyon furcsa helyzet, nevezetesen, hogyha így felülről néznénk, akkor a gazdaság teljesítménye, mit vizsgálnak ugyanis a hitelminősítők? Azt vizsgálják, hogy képes-e időben a felvett kölcsönöket teljesíteni, a kamatokat fizetni, azaz a fizetési mérlegünk a külföldre történő vásárlásoknak a mérése, az mit is mutat, hogy valami elképesztő, mondjuk úgy, hogy vásárolunk, de nincs hozzá fedezet, és ugyanakkor el vagyunk adósodva, de nem tudjuk fizetni a kamatokat. Nem ez történt, többé-kevésbé ez az arány, ezek a számok, tehát a külső fizetése, a külső fizetési pozíciónk, az nem romlott, hanem mondjuk úgy, hogy azon a szinten maradt, amellyel még Magyarország finanszírozható, amellyel még a hitelminősítők hajlandóak olyan osztályba sorolni bennünket, hogy ki tudunk bocsátani igaz egyre drágábban, egyre nagyobb felárral kötvényeket. Másfelől, amit néznek, hogy a potenciális gazdasági növekedés, tehát ahányan a munkaerőpiacon vannak, és átlagos termelékenységük milyen, elérjük-e ezt a lehetséges kibocsátás mértékét, és többé-kevésbé, ha nincs valami nagyon nagy gebasz a világban, mert hiszen mi egy nagyon nyitott ország vagyunk. Következésképpen számunkra, hogyha a világ egészen többé-kevésbé pozitív irányba menetel, az húz bennünket, akkor ez is rendben van. Hát ráadásul lehet egy belső átcsoportosítást csinálni, hogy az adósságszolgáltatás ma kétszer annyit viszel mondjuk, mint az oktatás, nem probléma, kevesebbet költünk majd egészségügyre és oktatásra, és akkor abból lehet finanszírozni a hiteleket. Hát, és akkor lesz ugye, ez van egy bizonyos olyan költségvetési kiadások, illetve az a mögött meglévő igények, amelyek ritkán szoktak ugye sztrájkolni, vagy felvonulni az utcán. Ugye a legeslegelső, amit ilyet mondhatnánk, a kátyuk. Igen. Nagyon ritkán szoktak felvonulni és tiltakozni. A második a vasutak, ugye, hogy ott mekkora a késés, mekkora a járat kimaradás. Aztán mehetünk tovább, mert ugye nyilván az egészségügyi ellátásban is mekkora az adósság, az egyes kórházak adóssága, tudnak-e még szállítani ezeknek a kórházaknak a szállítók, de ugyanilyen, hogy keressük a jobb iskolákat, ahol még valamit tanul a gyerek, és nem pedig csak egy gyermek megőrző intézmény. És voltak éppen ennek az egész helyzetnek az a furcsasága, hogy miközben nem arról beszélünk, hogy holnap összezuhan a gazdaság, de ugyanakkor a távolság folyamatosan és fokozatosan egyre nő a bennünket körülvevő valaha lenézett országokhoz képest, tehát Szlovákiához, Romániához, vagy Lengyelországhoz képest, mert hogy tudnélik ahhoz, mert nem vagyunk képesek kitermelni az általunk elköltött pénzre fölvett hiteleknek a kamatait és adósságszolgálatát, vagy fordítva, ezt csak úgy vagyunk képesek kitermelni, hogyha más kiadásokat nem növelünk. Ez volt a kádári rendszer. Lényegében igen, de hát a kádári rendszer is
minden további nélkül tudott volna még tovább, mert mindig lehet találni egy kínai finanszírozót, mindig lehet találni egy kínai akkumulátorgyártót, aki adott esetben időben valamilyen számlát nyit nálunk, amivel némi átcsoportosítással megoldható az akut probléma. Tehát én azt gondolnám, hogy ez a furcsa kettős helyzet, hogy a perspektíva, a jövő az egyre szomorúbb, a pillanatnyi statikus helyzet pedig még fenntartható. Idéz valahol egy versort, hogy a nagyapák kiisszák a kakaót az unokák. Igen, egy Enzensberger versége. Igen, költő volt. Szép költői kép, mert hol van már az a kakaó költői képpel. De hogy mert ezt úgy el lehet mondani, hogy persze a jövő felülése meg minden, de most kell élnünk, nem a jövőben, aztán a jövőben meg majd lesz valami. Hát tudom, hogy vannak olyan szerencsés országok, mint mondjuk Norvégia, meg biztos mások is, ahol megtehetik azt, hogy nagyon erősen a gazdaságban is a jövőre koncentrálnak, de azért az országok szerintem egy jelentős része messze nem így működik. Lehet, hogy nem annyira éli fel a mindennapokat, mint Magyarország kényszerül most, de hogy nem a jövőbe tekint, abban elég biztos vagyok. Ugye az egy értékrendszerbeli kérdés, hogy mennyire képes a gazdaságpolitika figyelembe venni az országban élő különböző rétegek felzárkózásának, előrehaladásának, jólétének az értékeit és érdekeit. Ritka az olyan rendszer, mint a miénk, amelyik lényegében ugye teljesen megfordította a Rákosi meg a Kádári jelszavakat. Ugye a Rákosi jelszó az az volt, hogy ugye aki nincs velünk, az ellenünk van. Kádár pedig az volt, hogy aki nincs ellenünk, az velünk van. Ennek a rendszernek a jelszava, aki nincs velünk, az nincs. Tehát lényegében azt látjuk, hogy ennek a felzárkózásnak, annak, hogy minden egyes család, minden egyes város, minden egyes réteg, minden egyes iparág többé-kevésbé legyen valamilyen célja, amit kitűz maga elé, ami megvalósítható, és nem azért, mert ebben segíti a kormány, hanem mert békén hagyja, mert a gazdaság teljesen normális állapota nem az, hogy behívja magához a gazdaságpolitikai miniszter a forgalmazókat, és megfenyegeti őket, hogy nana, mert azért ez egy nevetséges és röhelyes dolog. Emelik is holnap a üzemanyag árát, legutoljára múlt héten lettek megfenyegetve. Miközben ugye ennek az üzemanyag árnak a fele az különböző jellegű adó. Na most nyilván nem lehet hozzányúlni az adó mértékekhez egy olyan országban, ahol a költségvetés, tehát amiről egyáltalában tehet egy kormány, ahol a költségvetés hiánya megállíthatatlanul a tervekhez képest is, meg az előző évhez képest is nagyon magas. Hát gondoljunk bele, ez az ötödik év, amikor az államháztartásnak a hiánya 6%. Ha ilyen lett volna valamikor, akkor ugye irtózatos, robbanásszerű tüntetésekkel mentek volna ki a vezér és hívei, hogy a jövőnket az államadósság növekedése miatt, meg a hiány miatt falják föl. De itt a jövő azért nem érdekes, mert akinek a jövőjéről beszélünk, az egy része egyszerűen azért tűnik el, nincs, mert ha nem műtik meg időben, ha kiürítik a kórházi ágyakat egy teljesen őrült központosító intézkedés nyomán, hogy majd a COVID számára szabaddá tegyék, akkor nem kell vele foglalkozni, nincs költsége ugyanennek. Akik meg elmennek és a gyerekeiket, ha csak megtehetik, megpróbálják kivinni már Szlovákiába is, tehát most már nem Bécsbe, csak hogy egy jobb oktatásban részesülnek, akkor azzal meg azért nem kell törődni, akik meg a mi embereink, azok meg tudják fizetni, ahogy itt ugye a példában szereplő elektronikai cikkeket forgalmazó is, ugye a nagyon drága és a rendkívül olcsó. És ez voltaképpen nem azt a kétségbeesést jelenti, mint mondjuk amit átéltek az argentinok, hogy le kellett értékelniük, ugye nem tudom hányszor a pezót, hányszor menekítették ki. Itt nem kell kimenekíteni, mert a gazdaságpolitikai miniszter mit is mond? Azt mondja, hogy ki kell fektetni. Hát magyarán mit is üzen a saját uralkodó osztályának? Hogy vidd innen a pénzt. Most ez tök mindegy, hogy nem ilyen durva formában fogalmazza meg, ahogy én.
De viszik is, hát mindig, mikor nézem ezeket a statisztikákat. Tehát a megtakarítás az egyre nő, és egyre kevésbé forintban, és egyre kevésbé magyarországi bankoknál elhelyezve. Hát nyilván a szegények megtakarítási formája a magyar bank és a magyar forint. Természetesen. Ha egyáltalán van megtakarítás. Ha van megtakarítása nyilvánvalóan, ha akinek meg megteheti, nyilván messze megy. Jó, ez úgyhogy tulajdonképpen annyit szeretnénk mondani, hogy itt az a furcsa helyzet van, hogy miközben mindenki összeomlásra számít, ami nem lesz, és erről már beszéltünk, hogy miért, mert mindig lehet talán olyan finanszírozót, van olyan beavatkozási módszer, mert végül is, hogyha csak nem 30%-kal drágítják meg a haverok általi építkezést, csak 10-zel, ez már is egy óriási megtakarítás, és ezzel már is beljebb vagyunk. Tehát még mindig van egy csomó olyan forma. Ugyanakkor a távolság, hogy mire számíthatunk a időskorunkba, a közepes mondjuk jövedelmünk esetében, vagy a gyerekeink számára, az meg egyszerre elképesztően nő a bennünket körülvevő szomszédos országokhoz képest is. Most ne beszéljünk a politikai fordulat lehetőségeiről, mert ez egy másik dolog, de tegyük fel, hogy valahogyan, valamikor megváltozik a politikai rendszer. Hogy lehet kilépni, vagy ki lehet egyáltalán ebből a gazdaságpolitikai szorításból menekülni, amely hát örökül fog maradni majd annak, aki egyszer oda jut? Nyilván ilyen fokú érdekeltsége az uralkodó osztálynak akkor, amikor a rendszerváltás bekövetkezett, nem volt abban, hogy hozzáférjenek a földjeikhez, hozzáférjenek a gyáraikhoz, hozzáférjenek a kiskereskedelmi üzleteikhez, a szállodáikhoz, és így tovább. De mégis, hogyha belegondolunk, lényegében egyetlen év volt a bokros surányi beavatkozás, amikor erre sor került, és 5 év aranykor következett utána. Mert lényegében azt mondanám, hogy viszonylag egyszerű, észszerűen levenni azokat a felárakat, azokat az értelmetlen, soha meg nem térülő beruházásokat. Tehát amikor a hiányt kell csökkenteni, hogy világosabban beszéljek, ennek anélkül, hogy igazán húsba vágó megszorításokat kellene tenni. Persze, aki ezeken dolgozik, mert ezt építi, annak természetesen ez húsba vágó, de a tömegek számára ez nem az. Ezzel az mondjuk, hogy ne 16 milliárd forintba kerüljön 1 kilométer autópálya például megépítése, ami máshol amúgy is egy, hanem legyen itt mondjuk 2,5 kilométer. Vagy nem kell megépíteni. Tehát azért ilyen egészen apróság. Tehát az első kérdés az, hogy kell-e ez egyáltalában kell-e költeni? Igen, már mindig a félbehagyás szokott a legdrágább lenni. Lehet, hogy felesleges, de félig már megvan. Na most, de ezek mind ilyenek, tehát ez egy óriási megtakarítási lehetőség. Kettő, ugye abban a pillanatban, amikor nekem ört kell állítanom minden egyes forint mögé, és el kell magyaráznom, hogy mi volt ennek a haszna, és figyelnem kell, hogy hova forog el, az egy nagyon egyszerű, és körülbelül egy éven belül egy viszonylag nagy megkönnyebbülést hozó beavatkozást tesz lehetővé, amiből még nem következik, hogy azt a mentalitásbeli, magatartásbeli váltást, amire itt szükség lenne, hogy verseny legyen, hogy átlátható legyen, azt el is érjük, de hát ugye azt kell mondanom, hogy egy viszonylag jól áttekinthető liberális diktatúra abban, hogy mire költjük el az adófizetők pénzét, az ebben is nagyon-nagyon sokat segít, tehát két kérdést tett föl egyben. Az egyik, hogy egyáltalán lehetséges-e, ha politikai változás bekövetkezik egy másik gazdaságpolitika? Természetesen igen. Kettő, mennyi idő alatt, ez volt a második kérdés, amit nem tett föl, de benne van, hoz eredményt. Tehát az azonnali megkönnyebbülésben, tehát lényegében a kövér macskák helyett egeret fogó macskák beállítása, az már is hoz eredményt, és hosszú távon, pedig most a hosszú táv az 3-4 év, hogyha emellett ki lehet tartani, és meg lehet győzni, és minden nap meg lehet győzni, és minden nap be lehet mutatni, mert ugye a gazdaságpolitika az nem absztrakt számoknak a bemutatása, hanem az, hogy emberek, amit itt hazavittek, az lényegében nem más, mint a 13
harmadik havi nyugdíj, vagy a 14. Az, amiből felépítették ezt meg ezt, az nem más, mint az, hogy az a térd vagy csípő protézis műtétre nem egy évet kell várni, hanem 10 hónapot. Tudom, hogy ez nem sok, de azért mégiscsak. Tehát, hogyha én ezt minden nap világosan és érthetően el tudom magyarázni, hogy azért csinálom, hogy jó legyen. És hogyha nem jó, akkor csapjatok el. Mert ugye ennek a mérhetőségnek talán a legfontosabb következménye pontosan ez, hogy abban a pillanatban, amikor nem így van, vagy nem egészen így van, akkor nekem magyarázkodnom kell, akkor nem mondhatom azt, hogy ember, a templomból jövök. Vagy hello, Röfi. Tehát egyszerűen ez a fajta pökhendiség, az nem megengedhető, és ez azonnal hoz eredményt. Igen, de ez a, mondjuk, hogy most nem arról beszélünk, ez a demokrácia, ez a politikai rendszer. De nem a demokrácia, ez egyszerűen az, de hogy hát az emberi méltóságot, kérdése is. Ez nem feltétlenül a demokráciát jelenti, ez egyszerűen csak azt jelenti, hogy egyenlőnek tekintem a nőket is, a férfiakat is, a vidéken élőket is, a városiakat nem is. Mondanám azt, hogy ez vagy részben ez is a demokrácia természetesen feltétele, alapját képezi. Szabadság, egyenlőség, testvériség. Igen. Csak hogy itt látjuk, hogy kötözködjek még egy kicsit, hogy azért egy csomó ponton, amit mondott is, hogy a bankszektorban, az energiaszektorban, a távközében, tehát ilyen kulcsszektorokban erős tulajdonuk van, ami ki tudja, mire jó. Nem gondolom, hogy feltétlenül a saját gazdasági érdekeikkel szemben hoznának ott persze azok az úgynevezett tulajdonosok döntést, akik ott vannak, de hát mégiscsak. Szóval nem azt gondolom, hogy Mészáros Lőrinc majd lekapcsolja akkor az ő erőművét, és nem lesz áram, ha másik rendszer van, de azért szerintem sok csínytevésre alkalmas ez a tulajdoni szerkezet még. Hát ugyanhogy az állami kényszer alkalmas volt arra, hogy ezek a csoportok, tehát a barátok, üzletfelek és rokonok megszerezzenek közjavakat, az állami kényszer alkalmas arra is, mert hiszen irtózatosan feldúzzasztott állami közhivatalnok sereg áll rendelkezésre, tehát lenne kit ugye odaállítani, hogy figyeljék, érzékeljék, hogy ennek az ellenőrzésére sor kerülhessen, és ez ugye nem más, mint az üzletpolitika, az árazás, adott esetben azok a különböző hivatalok, mondok egyet, az energetikai hivatal feladata, ugye, hogy megvizsgálja, hogy az árvetés, tehát hogy hogyan is történt meg a gáz árak a szolgáltatók által, vagy pedig a különböző energiatermelő erőművek által ezeknek az összeállítás, és ott meg lehet találni, tehát ezek azért nem olyan mutatványok, amelyeket a Holdból kell figyelni, csak hát ez munkás dolog. Hát meg bátornak kell hozzá lenni, elszántnak kell hozzá lenni, szóval kell politikai erővel rendelkezni, mert nyilván ezer másik érdek is van. Hát ráolvasással nyilván nem fog menni. Ráadásul azért van egy olyan tanulsága a történelemnek, vagy olyan is, számtalan tanulsága van, hogy nem lehet erővel népet boldogítani. Tehát lehet, hogy a második József felvilágosult abszolutizmusa sok jót is hozhatott volna, csak hát a nép, vagy az akkori uralkodó osztály azt gondolta, hogy ő ezt a sok jót ő köszöni, így nem kéri. Tehát lehet azt mondani, hogy jobb lenne neked, mert az egészségügyi ellátás meg, de különböző okokból azt mondják, hogy de nekünk úgy jó, ahogy eddig volt. Mondott is erre egy példát, például, hogy hát azért nem biztos, hogy mindenki szeret versenyezni. Ugye, amit ön mond, az arra jó példa, hogy ezt a zsarnokságot ilyen ígéretversennyel választáson megváltoztatni nagy valószínűséggel nem lehet, mert baromi nehéz a választónak értelmezni, hogy most tényleg egy év helyett csak 10 hónap lesz a protézis műtétre történő vállalkozás ideje. Tehát valószínűleg ezek a rendszerek nem ettől, tehát hogy bevezetik az európai minimálbért, bevezetik az európai nem tudom micsodát, nem ettől szoktak megdőlni, és Magyarországon ez többé-kevésbé igazolva is
látszik lenni. Nevezetesen a külső körülmények változása szokta ezeket a zsarnoki rendszereket megváltoztatni. Ez így történt Rákosival, ez lényegében így történt Kádárral is, tehát itt is ez az egyik mozzanat, de hát ugye ez olyan, mint a Korvin áruház jelszava, minden szinten szinte minden, tehát ez az első szint, a másik pedig az, hogy amikor azok, akik itt belenyugodtak abba, hogy egy egészen picivel, ha többet kapnak egy krumplival, akkor arra szavaznak, amikor egyszer csak azt kell látniuk, mert látniuk kell, hogy majd lesz krumpli. Holnap lesz krumpli. Holnap után lesz krumpli. Nem ezt tapasztaljuk most az elmúlt hetekben? A folyamatos ígérgetést. Ugye, hogy igaz, hogy nem lesz jólét, de majd lesz nektek repülőtér. Ja nem most, majd egy hét múlva. Tehát, és ezeknek az ígérgetéseknek a száma nőttön nőni fog. És majd azért akárhogy is nézzük, júniusban választások, és ezt követően már az ígérgetésből is kifekel, hogy fogjanak. Hát ez és elhangzik, azt mondanám, hogy itt bezárunk egy szárnyvonalat, ott bezárunk egy kórházat, tehát óvatosan, de elhangzik, hogy választás után majd mi minden jön itt. Ez igaz, de ugye azt még nem látjuk át, mert arra akartam célozni, hogy amikor egyszerre a minden szinten szinte minden szembe kell néznie a választónak azzal, hogy bárhova néz, már minden összeomlás közeli állapotba került, akkor hiába mondhatjuk azt, hogy nagyon jó a fizetési mérleg. Hogy lehet, hogy a potenciális gazdasági növekedésünk szintjét 2% talán elérjük. Meg ahhoz képest, hogy mi volt a Covid alatt, akkor ez már nem lesz elég. Azt én nem tudom, hogy ez hogy megy végbe, de hát ugye abból kell kiindulni, hogy minden ilyen rendszer alapvetően mindig a belső, tehát a zsarnokság belső köreiből induló elégedetlenség okán dől meg. Elszemtelenedett, mint beria. Ismerjük ezt a mondást. Tehát szerintem meg fogunk ismerkedni az ilyen és ehhez hasonló mondásokkal. Reméljük, itt kevesebbet fognak agyulni közben. Köszönöm szépen Csillag Istvánnak, hogy itt volt és beszélgetett velünk. Önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Král Kevin, Studer Dániel, és itt a stúdióban Kemény Dániel volt velem, Balogh Kármen a telefonoknál, és a szerkesztő Bencsik Gyula, Dési Jánost hallották. A viszonthallásra. Reggeli gyors, nem marad le semmiről.